zöld erdőben demagos, zöld erdőben demagos, zöld erdőben demagos a juharfa. Kicsi madár a fészkét, kicsi madár a fészkét odara. Sziasztok! Itt vagyunk a Budai Várban, a 20. Borfesztiválon. Először a polgárpincészetet látogatjuk meg, 2015-ös házlevelet. Egészséget! Csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok kárva. Rózsa, rózsa, rózsa van, rózsa, rózsa, te a rózsa. Sziasztok! Itt el mellettem a Duzsi pincészet képviselője, és a Duzsi pincészet arról híres, hogy őket hívják Rozi királynak. Azt szeretném megkérdezni, keresztül Duzsi Tamástól, hogy milyen rozé borokat hoztak a bor kiállításra, a fesztiválra. Igazából hoztuk az egész válogatás rozésort, amelyik benne van Kadarka, Syrah, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon rozék. Hoztunk belőle évjáratosokat is, bebizonyítjuk, hogy a rozés igenis vannak, én lehetünk rozék is. És hoztunk egyébként egy szép vörösborsort is, megújultunk elég sok vörösborral, körülbelül egy 7-féle vörösborunk van itt, ami teljesen új. Ma van Bikavérünk, van Cabernet Sauvignon, Syrah házasításunk, van egy kicsit ilyen hipster borunk, a Menoir, egy ilyen könnyed vörös, amit öcsém készített, kijött az új Syrah, kijött az új öreg tőkés Kadarka, úgyhogy meg még mellette ezek mellett még van egy olasz üzlék, úgyhogy szerintem egy szép sor sikerült most ide össze. Mi az, amit kimondottan a fesztiválosoknak ajánlasz első borként, és tehát egyfajta borson tudja bennünknál mutatni, hogy mivel kezdjük és mivel fejezzük be egy T3 márkát, vagy csak borfajtát a felszínűnál. Magunkkal? Igen. Mondjuk egy olasz rizlinggel kezdenék, utána akár egy jól bevált kék frankos rozé, utána egy válogatás, mondjuk egy Cabernet Sauvignon, és aztán én folytatnám egy Bikavérrel, és egy görög szóval fejezném be. Köszönöm szépen! Nekünk sajnos nincs lehetőségünk végig kóstolni, mert akkor valamelyiként szűzhetően végig kellene kóstolni az egészet, de egy kettőt megkóstolunk, amelyiket ajánlunk a pincészes képviselőjéhez. Köszönjük szépen! A lányunk az nem jár, csillag ragyog, a kis fejlovan fején nem kantár. Nem is legény seje haj, gyáva legény, ki a lányokhoz nem jár. Sziasztok! Itt áll mellettem a Fekete Pincészet tulajdonos, a Fekete Mirályú. Arról kérdezem, hogy milyen borokat hoztak ide az utolsó borfesztiválra. Elsősorban vörös borokat hoztunk, de hoztunk egy idei rozét, egy Néról, ahol készült rozét, és hoztunk egy gyöngyöző fejétonalkát, ez egy 2011-es évjáratú, és hoztunk vörös borokat, többek között egy 2016-as kékfrankos, ami a Nekünk kérdezni a bort, abban szokatlanul
hogy ez ott a vízki gyára természetesen nem csak a borászatot, a borról, hogy utána a vízki vérlelnek, hogy a magában tudják a borulani, hogy eltartam ezt a boroknak a megmaradat, amik esetleg vannak kapcsolatban ilyen vízki. Valószínű, hogy ezek fehérboros módon lehetnek, mert hogyha viszkit egy vörösboros használatot használ, akkor piros színe lesz, tehát piros színű viszkit nem lehet. Valószínű, ezek fehérboros módon lehetnek, de fehérborokat is tesznek ilyen új hordóba. És önök csak vörösnél, vagy a teljes spektrummal? Tulajdonképpen egy olyan 5%-os fehérborok is van, és sajnálom, hogy új hordót vásárolok, akkor az első néhány darabban sardinét szoktam tenni egy-két hordóba, és minden évjel kapírok egy ilyen külfordul, a barik sardinéval. A többet borait a Magyarországon a borkereskedés borháló támogatói ennek a rendezvénynek a borait, a pár, az ezen állapotban meg.
megtalálható? Vagy a portáló esetleg a... A portálóban megtalálható, de a múltban esetekben is a portálóban. És mesélj, hogy így láttam az egyik bankfőnökből, hogy arra egy különböző díjat megnéltek, melyik a legrangosabb díjat hozta el, és mi az, hogy még tudom kívül díjat. Egyik a Karós Olasz Vintú válogatásunk, a közösség majd a országos polgárságot, amennyi évet kapott. A második a közösség, a olasz vintúfajtában a jégború, ami a Dolfa, a Vinagorodó polgárságot kapott, amennyi évet, valamint az a nagy kérdőket, a Kis Olasz Vintú polgárságot, nagyon annyi évet. Rózsás patkot.